És itt van velünk Rév István történész professzor. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És az ön intézményének a neve persze más összefüggésben, de a következő években minden valószínűség szerint nagyon sokszor el fog hangzani, hiszen Vera és Donald Blinken nyílt társadalom archívumnak nevezik azt a levéltárat, azt a tárat, amit ön vezet, mert hogy a kijelölt külügyminiszter apja a névadója ennek, mert... Az édesapja és a mostohanyja, aki magyar származású, az édesapja, aki egy igen kiváló ember, és a napokban töltötte be 95. születésnapját, Budapesten volt amerikai nagykövet 1994 és 1997 között, és mint amerikai nagykövet igen komoly érdeklődést tanúsította Közép-európai egyetem iránt, hiszen az egyetem egy részben amerikai intézmény, és 1995-ben került Budapestre a Szabad Európa Rádió egykori kutatóintézetének archívuma, amely az alapját képezi annak az intézménynek, amely ma Vera és Donald Blinken nevét viseli, és sokat segített abban, hogy létrejöjjön az a megállapodás, amely a Közép-Európa Egyetem és az amerikai külügyminisztérium között köttetett arról, hogy ez a nagy gyűjtemény a hidegháború korszakának egyik legnagyobb archívuma, amely 50 évig továbbra is az amerikai nép tulajdonában marad, Budapestre kerüljön a Közép-Európai Egyetemre. És a kapcsolat azóta is megmaradt a Blinken családdal, akik 2015-ben úgy gondolták, nem minden előzmény nélkül, hiszen addig is nyújtottak támogatást az archívum számára, hogy egy jelentős adománnyal biztosítják az archívum nyilvános programjainak hosszú távú működését. És ezért vette föl aztán az archívum a és nevüket. Ezért vette föl az archívum az adományozók nevét, akiknek az archívuma is ide került hozzánk, úgyhogy a Blinken család archívuma is itt van nálunk. Azt tudni kell, hogy Donald Blinken egy igen jelentős közéleti figura Amerikában. Hosszú ideig ő volt a New York állam egyeteme kuratóriumának elnöke, és ez az egyetem a világ egyik legnagyobb állami egyeteme, több mint 400 ezer hallgatóval. Mennyi? Bocs, 400 ezer? 400 ezer. Tehát 67 kétszer kampuszon. Akkora, mint a Budapest utáni legnagyobb magyar város, mondjuk. Így van, igen. Egy ekkora egyetemről van szó. Úgyhogy neki voltak egyetemi tapasztalatai, mielőtt a CEU kuratóriumának tagjává választották. Elnöke volt a New York-i filharmonikusok kuratóriumának is, és sok egyéb fontos funkciót töltött be. Igen jelentős műgyűjtő volt Mark Rothko műveinek első gyűjtője, akinek ma képeiért 10 millió dollárokat adnak az aukciókon, és ami ennél is fontosabb, ő volt a Rothko alapítvány elnöke, és ebben a minőségében 35 múzeumnak a világ legkülönbözőbb tájain adományoztak ingyen Rothko festményeket, tehát egy jelentős emberről van szó. Szóval a felesége, Vera Blinken pedig magyar származású, aki 1950-ben kalandos körülmények között emigrált Magyarországról, itt élte át a II. Világháborút és a holokausztot a Hollán Ernő utca 16 szám alatti is csillagos házban. Talán sokan nem tudják, de vagy még többen tudják, de hogy önnek köze volt a Csillagos Házak projekthez is, amikor bemutatták ezeket Budapestre a nagy közönségnek. Igen, 2014-ben amikor megpróbálta a hivatalosság átírni a holokauszt magyarországi történetét, akkor mi azt gondoltuk, hogy ennek ellensúlyozására megpróbáljuk a figyelmet egy olyan történelmi tényre terelni, amelyről még Budapest lakossága is abban az időben keveset tudott. Mi a szokás, hogy amikor valaki, és ezért Amerikában ennek nagyon nagy gyakorlata van, tehát ez nem egy akkora ritkaság, valaki egy jelentősebb adománnyal támogat egy intézményt, mondjuk egy archívumot, egy egyetemet, egy zenekart, akkor később mennyi
köze van ahhoz, hogy az hogyan működik, vagy van-e beleszólás a működésben, vagy ez csak annyi, hogy odaadja, amivel támogatja, és akkor hát az csinálja a szakmai lelkiismerete meg tudása szerint, aki csinálja azt a dolgot. Hát általában ez úgy szokott történni, hogyha valaki adományoz, akkor ezzel nem vásárolja meg azt a jogot, hogy beleszóljon az intézmény szakmai programjába. Tehát akik a New York-i filharmonikusok, vagy a Metropolitan Opera kuratóriumában ülnek, azok nem szólhatnak bele abba, hogy az opera mely énekeseket szerződtet az intézményhez. Még akkor sem többnyire ez így van, hogyha az adományozó az a kuratórium tagja vagy tagjává válik. Bár erre is vannak példák, hogy ilyen megtörténik. De a mi esetünkben az archívumnak nincsen kuratóriuma, a Blinkenék semmiféle szerepet nem töltenek be, sem formálisan, sem informálisan az intézmény életében, úgyhogy nem is lenne módjuk arra, hogy bármi módon beleszóljanak abba, hogy milyen szakmai munka folyik nálunk. Jelent az bármit, tehát azon kívül, hogy nyilván jól hangzik, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere minden valószínűség szerint egy Blinken lesz. Hogy jelent ez számunkra valamit? Már önöknek bármit. Vagy hát ez csak igazából ez csak úgy jól hangzik, de hát nincs jelentősége a mindennapokban. Hát mi számunkra a mindennapokban ennek nincsen jelentősége, de úgy tűnik, hogy a hivatalosság összeesküvés elmélet gyártói számára ennek már is jelentősége van. Már a tegnapi nap során megjelentek olyan kommentárok, hogy mi sem bizonyítja jobban a Soros hálózat létét, mint az, hogy a Soros György által alapított Közép-Európai Egyetem archívuma annak az embernek a szüleiről került elnevezésre, aki vélhetőleg az Egyesült Államok következő külügyminisztere lesz. Ez is mutatja, hogy mindenki a Soros pénzén működik. De a mi esetünkben, ha már szabad ironizálni, akkor ennek a fordítottja az igaz. Itt nem Soros György vásárolt meg valakit, hanem a Blinkenék adtak pénzt egy Soros György által alapított intézménynek, tehát a dolog a fordítottja annak, mint amit az összeesküvés elméletek állítani akarnak. Hát igen, ez egy nagy kérdés, hogy ezekkel a hagymázas összeesküvés elméletekkel, amelyekből most elég sok van, érdemes-e foglalkoznia egy olyan szervezetnek, ami mégiscsak egy tudományos műhely. Tehát... Igen, azt is megemlítették, ha már itt tartunk tegnap, hogy az sem véletlen, hogy Donald Blinken Horn Gyula miniszterelnökség idején volt magyarországi nagykövet. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy André Goodfriendet minősíti az, hogy az Orbán kormány idején volt ügyvédő a budapesti amerikai követségen. Vagy hogy valaki nem véletlenül született éppen Horn Gyula miniszterelnöksége idején. Hát az nagyon gyanús. Így van. Arra azért figyelni kell. Mondta, hogy a Blinken családi archívuma is ott van. Ez a követségi működése idején keletkezett iratokat jelenti, vagy az egyetemi kuratóriumi, vagy mire kell itt gondolni? Ezek elsősorban a család személyes iratai, de a személyes iratok között vannak igazán érdekes dokumentumok is. Clinton elnökkel való levélváltása, a magyar NATO csatlakozással kapcsolatos előkészítő megbeszéléseken született dokumentumok. Amikor Donald Blinken volt a nagykövet, akkor állították föl Taszáron azt a légibázist, amelyről a Balkánon működő amerikai békefenntartó erők Magyarországról a Balkánra repültek, és ez egy fontos logisztikai bázis volt. Ennek megnyitására Bill Clinton is, aki akkor amerikai elnök volt, Budapestre érkezett. Tehát az ezzel kapcsolatos dokumentumoknak egy része is az archívumban van, tehát ezek nem csupán csak magán jellegű vagy magán érdekességű dokumentumok. Ez egy kutatható gyűjtemény? Ez egy annyira kutatható gyűjtemény, hogy a gyűjtemény tulajdonképpen teljes egészében digitalizálva van, és elektronikusan megtalálható az archívumnak a honlapján. Ön emlékezett politikával, meg történelmi emlékezettel is foglalkozik, mint tudományos kutató. Mit gondol azokról, amikor részben már érintett, és azokról a politikai törekvésekről, amelyekben nagyon határozottan próbálják Magyarországon, hát nem tudom, hogy át lehet-e írni a történelmet, de a történelemről szóló könyveket mindenképpen át lehet írni, a magát a történelmet valószínűleg nem is lehet.
Tudom, mennyire működik ez egy, végül is egy olyan világban, amikor két kattintásra az interneten bármit el lehet érni? Hát ez egy igen fontos kérdés. Nem csak a történelmről szóló könyveket lehet átírni, hanem tulajdonképpen azzal, hogy egy más környezetet teremtenek történelmi problémák megértése köré, ezzel valójában bizonyos fokig a múltat is igyekeznek megváltoztatni. És ugye azt látjuk, hogy Magyarországon nagyon komoly erőfeszítések történnek arra, hogy az egész magyar történelmet, beleértve a magyar őstörténetet is, sőt, ez mintha egy igazán fontos kérdés lenne manapság, átírják a korai Árpád-kortól, sőt még az azelőtti időktől kezdve egészen napjainkig. És ezért van fontos szerepe egy olyan intézménynek, mint a mi archívumunk, ahol mégiscsak ezeket a történelmi állításokat szembesíteni lehet valóságos történelmi dokumentumokkal, aminek segítségével valaki képet alkothat arról, hogy mennyire hitelt érdemlőek azok az állítások, amelyek manapság a történelmi könyvekből kiolvashatóak. Hát igen, meg látom, hogy ez a történelmetről is mit gondolunk, az részben politikai hit kérdése. Tehát ha elég elkötelezett fideszes valaki, akkor a finnugor nyelvi rokonság legalábbis szerinte hülyeség, és Horthy mentette meg Magyarországot és benne a zsidóságot a nem tudom kiktől éppen. Ennél a probléma talán még súlyosabb. Nemrégiben fölkerült a YouTube-ra a Magyarság Kutató Intézetnek egy interjúja. Ez furcsa, ez egy audio interjú, de van hozzá egy képi bevezető a YouTube-on, amely ez az interjú arról szól, hogy most már megdönthetetlennek tűnő bizonyítékok kerülnek lassan a kezünkbe arról, hogy mi mégiscsak az Isten ostorának, Attilának a leszármazottai vagyunk, és ez az interjú a következő képsorral kezdődik, megjelenik egy golyószóró, amely ripityára lövi a Magyar Tudományos Akadémia címerét. De. Tehát itt nem egyszerűen csak bizonyos történelmi állítások cáfolása a cél, hanem a tudományos vizsgálat lehetőségének megsemmisítése is. De ezt most komolyan mondja, hogy golyószóróval, vagy nem tudom, hogy szétlövik a Tudományos Akadémia jelképét? Igen, egy államilag finanszírozó. Hát már a Tudományos Akadémiát is hazavitték, már most már minek azt lelőni? Ez érdemes megtekinteni ezt a videót. Ebben, mint csebben a tenger, nagyon sok nyomasztó tény van összesűrítve. Szóval azért ezek egy része nyilvánvaló ilyen provokációk, ami nem azt jelenti, hogy akkor szó nélkül lehet hagyni. Másrészt meg bizonyos szempontból nem mindegy. Mondja azt, hogy a magyarok a hunok leszármazottai, vagy Isten ostorának a leszármazottai, attól elég sok mindent lehet mondani, de attól még a dolgok nem feltétlenül változnak meg. Ha nekik az jól esik, mondják azt. A dolog azért nem egészen így van. Az elmúlt héten a Horváth kertnél jártam, és felnéztem a Horváth kerttel szemben álló Petőfi gimnáziumnak a homlokzatára, ahol a tümpanomban ott van a gimnázium új címere, amelyet, mint kiderült, utána néztem, a 2014-es épület rekonstrukció után helyeztek oda föl. Egy címer, melynek a tetején ott van a Szent Korona, és benne van Petőfi Sándor nevének két kezdőbetűje, PS. Ugye annak a költőnek, akinek egyik híres versét talán még most is tanítják. Igen, akasszátok fel a királyokat? Például, igen. Ebben nem biztos, hogy ma már ezt tanítják a Petőfi gimnáziumban, hiszen úgy tűnik, hogy ott tanító tanárok és a diákok elégedettek ezzel a címerrel. Nem tudom, hogy Petőfi Sándor szegény mit szólna hozzá, hogyha megpillanthatná. Jó, de hát az egész ezt ott kezdődött, akkor a Hamár címer, hogy amikor a újonnan alakuló Magyar Köztársaság a koronás címert keresztel a tetején választotta a címerbe, és mondjuk nem a Kossuth címer, tehát ez már... Így van, és nem március 15-e lett a nemzeti ünnep, hanem augusztus 20-a. Igen, ez tény. Hát, sok minden ott eldőlt. Igen. Mondjuk
ugye az őstörténeti vitáknak talán kevesebb napi tétje van, de hát itt azért a közelmúlt történetének is sok magyarázata és más magyarázata van, és ön is idézett már valami állami pénzből fenntartott úgynevezett kutatóintézetet, hogy azért hol maradnak meg a normalitás szigetei, mert látjuk, hogy például az 56-os intézetet kinyírták, ami egy ilyen pont volt, ahol mégiscsak az ember viszonylag az igazsággal szembesületett, az egyetemeken mi történik, az akadémiai kutatóintézeteket elvették az akadémiáktól, tehát hogy hol maradhatnak meg mégiscsak azok a pontok, ahol a valódi dolgok, vagy amiben reménykedhetünk, hogy ott valódi viták alapján valódi dolgok derülnek ki. Az úgy tűnik, hogy az ilyen kormányzati törekvéseknek nyilvánvalóan az a dinamikája, hogy az ilyen típusú szigetek azok nem nagyon maradjanak meg. Hát, az a tény, hogy a Petőfi Sándor gimnázium, amely nem tűnik egy stratégiailag fontos intézménynek, az úgy gondolja, hogy a megfelelési kényszerből egy koronás címet kell Petőfi Sándor fejére rakni, az eléggé elkeserítő dolog, és nagyon kevés ilyen sziget létezik, és egyre kevesebb, és amit látjuk, ugye szinte minden nap létrehoznak egy újabb furcsa kutatóintézetet. Ugye a Magyarság Kutatóintézetnek az egyik kutatási területe, ki a magyar, ez a kutatási programnak a címe, és ugye ma már úgy tűnik, hogy az a magyar, aki nem magyar, hanem hun, és ennek van aktuál politikai jelentősége is. Az emberekbe ugye azt próbálják megtanítani az embereknek, hogy mi egy büszke és a nyugatot folyamatosan rémületben tartó nép voltunk, és mindig is harcoltunk a mi értékeinket semmiben vévő nyugattal szemben, ahogy már Attila is tette, és ahogy tettük a tatárok, majd a törökök, majd a Habsburgok, a szovjetek, és most éppen Brüsszellel szemben. Ugye egy szintén a Magyarság Kutatóintézetben dolgozó történész egyik dolgozatából derül ki az, hogy a régészeti leletek arra utalnak, hogy itt már Közép-Európában a sztyeppéken írja, a sztyeppék Közép-Európájában létezett egy olyan dinasztia, amely egy nem római típusú államalakulatot próbált létrehozni alternatívájaként a római birodalomnak. Tehát tulajdonképpen már jóval a honfoglalás előtt, szerint a történelmi folyamat szerint a magyarok mindig is a nyugattal szemben igyekeztek alternatívát mutatni, ahogy azóta is történik, és történik ez a mai napon is. Na jó, de hát az ön által is emlegetett augusztus 20-án meg mindig elmondják, hogy István király nagy tette, hogy mégiscsak a nyugati világhoz kapcsolta Magyarországot a kereszténység felvételével. Tehát egy ilyen kétlelkűség van azért ebben a dologban, az aktuál politikai történelem kihasználásban és ami körülötte van. Igen, de hát az ilyenfajta revízióknak az is az egyik jellegzetesség, hogy nem kell konzisztensnek lenniük, és az egyik oldalon lehet ezt mondani, és a könyv következő lapján pedig annak az ellenkezőjét. Mi mindig is keresztények voltunk. Ha jól értem, akkor valami olyasmi lehet, vagy lehetne, ha meg tudnák fogalmazni az aktuális elgondolás, hogy mi mindig is bizonyos keresztény értékeket védelmeztünk, amelyeket többnyire a nyugattal szemben is védelmeznünk kellett, hiszen a nyugat mindig elárulta ezeket az értékeket, akkor is, amikor nem sietett segítségünkre a tatárok ellen, meg a törökök ellen, és ez ma is így van ezzel a dekadens nyugattal, és ahhoz, hogy mi megvédhessük a tradicionális értékeinket, amelyek részben keresztények, részben pedig nem, a nyugattal szemben kell nekünk szabadságharcot folytatnunk. Jó, de hát eznek sok köze, sőt, ennek semmi köze nincs a történelemhez, a történelemtudomány, ez teljesen ilyen aktuál politikai levezetés, nem? Tehát, hogy azért nem tudom, hogy ezek a kutatóintézetek persze csinálnak-e komolyabb munkát, de hát ez abszolút politikai propaganda, ennek semmi köze a történelemhez. Hát igen, de minthogy a
Tudományos Akadémia egykori kutatóintézetei is politikai irányítás alá kerültek, ezért ezek az intézmények, hiszen költségvetésileg és egzisztenciálisan függő helyzetben vannak a kormánytól, nincsenek abban a helyzetben, hogy felemeljék a szavukat ilyen esetben, és ha megnézi az egyetemi és a kutatóhálózati történészek reakcióját ezekre az állításokra, akkor nagyon kevés olyat fog találni. Vannak persze, mindig is voltak magukat komolyan vevő emberek, de igen, kevesen vannak, és intézményesen meg különösen, akik fölemelnék a szavukat a történelemhamisítás ellen. Azt talán nem történelemhamisítás, de azt látom, hogy kezd kialakulni egy olyan relatíve fiatal történész generáció, amelynek tagjai elég pontosan érzik, hogy milyen típusú kutatásokat kell csinálni ahhoz, hogy arra legyen állami pénz, hogy aztán az eredményt is hozzáigazítják a politikai elváláshoz, azt nem tudom, de hogy azért érzik, hogy most mire van szükség. Sokan, hát nyilván nem mindenki. Hát minthogy, ahogy mondta, alig maradnak a normalitásnak szigetei, ezért egyre többen kerülnek teljesen kiszolgáltatott helyzetbe egzisztenciálisan a politikai igényeknek, ha csak el nem mennek külföldre, ami egy igen szomorú tény, hogy a fiatal, tehetséges történészeknek is jelentős része külföldi egyetemeken talált magának állást. Akik itt maradnak, ha meg akarnak élni, a történetírásban nem nagyon létezik magánszektor, ezért csak államilag finanszírozott intézményekben tudnak elhelyezkedni, és ahhoz, hogy a családjukat eltartsák, ahhoz kutatási támogatást kell kapniuk. Hát elég sötét képet vázoltunk föl, de hát pont ami Amerikában történik, azt mutatja, hogy időnként, nem is időnként, szóval van visszatérés a normalitáshoz. Van, de ahhoz bizonyos intézményeket képesnek kell lenni megőrizni, ahhoz, hogy ez sikerüljön. És a kérdés az az, hogy léteznek-e nálunk olyan intézmények, amelyek megfordíthatják ezeket a tendenciákat. Legyen költői kérdés. Köszönöm szépen Rév István történész professzornak, a Vera és Donald Rinken, Nyílt Társadalom Archívum vezetőjének. Viszont hallásra.